kifinomult dorbézolás, a csábítás, az érzékiség, a nevetés és a bánat koktélja. Így jellemezték a kritikusok a Reszirkál Társulat Párizs éjjel című előadását egy hónapja a világ legnagyobb fesztiválján, a Fringe-en. 3500 produkció ment idén ebben az évben. Van egy olyan szegmens, ahol meghívást kapunk a Fringe-től. Bekerültünk egy színházba, egy főműsoridőbe, és nyilván ezekbe az idősávokba, meg ezekre a helyszínekre olyan társatok kerültek be, mint mondjuk a Reszirkál Társulat, vagy mondjuk a Cirka, vagy a Cirkelóház, most neves cirkusztársatokat említettem. A fesztivált Edinburgh-ban tartották, de nekünk most szerencsére nem kellett Skóciáig menni, hogy láthassuk az előadást. A fellépés előtti pillanatok hangulatába az artista Illés Renátó avatott be minket. Igazából szerintem már itt lakunk lassan 5 éve, úgy gondolom a díszleteink nagy része az igazából mind a miénk. Az előadás előtt ilyenkor már melegíteni szoktunk, felkészülni az előadásra, valaki éppen sminkel, hajban ül, öltözik, melegít, tehát így fetésforgóba váltjuk itt a backstage-be egymást általában. Lehet túl sokszor is használjuk magyar produkciókra a világ sikerű jelzőt, a Reszirkál esetében ez tényleg nem túlzás. A neves divattervező Jean-Paul Gaultier a legjobb cirkuszi előadásnak titulálta, amit valaha látott, de a szakma képviselői is ámuldoztak a produkció láttán. Sok megkeresés volt a társulat számára. Hosszabb játszási időről tárgyulunk Londonnal például, India, Peru. Az egyik nagyon kiemelkedő személy, aki ott volt és számomra fontos volt, mert hogy 5 éve várjuk, hogy eljön megnézni minket. Ő a Brooklyn Academy of Music-nek az igazgatója, Joe Melillo, aki hát az egyik ilyen nagy kulturális atya úristen. A show tényleg lélegzetelállító. Mindemellett egzotikus, radikális, provokatív módon épít a két világháború közötti Párizs-Bohém világára. Az ember szája szó szerint tátva marad egy-egy mutatvány láttán, úgyhogy nem csoda, hogy a Fringe-en 22 teltházas előadást játszott a társulat. Ugye ez nekünk az első Fringe fesztiválunk volt, ezért egy hatalmas élmény volt. Szerencsére minden nap teltházunk volt, a közönség imádta az előadást, szétszették a házat, már előtte 2 héttel elfogytak a jegyek. A külföldi nézők ugye sokkal lazábbak, mivel ez egy fesztivál is ilyen szempontból, és sokkal könnyedebbek, sokkal harsányabbak, mint mondjuk a magyar nézők vagy a színház nézők. Tehát ennyiben volt más, viszont iszonyatosan nagy élmény volt fellépni ennyi előadás között, hogy mi is ott lehettünk. Lesz még most 5 előadásunk szeptemberben, és aztán indulunk Hollandiába egy 3 hetes turnéra, utána megint a Művészetek Palotájába leszünk, és utána meg egy hosszabb időre Olaszországba fogunk turnézni, a Veneto városokban. Nagyon-nagyon várjuk, ez mindig egy ilyen új felfedezés, és ez nem csak, hogy mi viszünk el valamit, hanem mi is kapunk valamit a közönségtől, amit visszahozunk. Aki pedig nem tudná az olasz vagy holland vendégfellépésekre követni a Reszirkát, annak se kell nagy utat megtennie, csak a Műpáig, ahol ősszel is rendszeresen fellép a társulat.